Szeretettel köszöntök mindenkit ma este a templomunk tíznapos elvonulásának első beszéden Megköszönöm Eszter bevezetőjét. Van-e valakinek kérdése a kutyák buddha természetével kapcsolatban, vagy akár az ember buddha természetével kapcsolatban? Netán, az iránt, hogy mit csináljunk ezzel a buddha természettel, ha már van? Nekem az a kérdésem lenne, hogy felmerült bennem, hogy Ugye ez igaz természetet keressük, de hogy azért ez, tehát hogy ezért ehhez sok gyakorlás kell, sok-sok év ahhoz, hogy, hogy ezt teljesen elérjük, és hogy miért van ez az ellenmondás, hogy, hogy ennyire nincsen magától jelen. Hát ha magázlak, akkor van magától jelen, de csak magától van jelen. Miért szeretjük az elektromosságban a pozitív és a negatív pólust? Ugye az hajt előre. Tehát miért szeretjük az emberi létben az ellentéteket? Mert közöttük feszül az energia és az akarat. Tehát az, hogy egyetlen pillanat is elég ahhoz, hogy ráérez, és hosszú évek gyakorlata, hogy végül is magadban, hogy a lényeg, az igazság és a működés meg legyen, ez teljesen ennyien való. Különben túl logikus, túl kiszámítható, túl eseménytelen lenne az egész. Amikor drámaírónk azt mond, hogy ember küzdj és bízva bízzál, nagyon jót mondod, de miért küzdesz, és miben bízol? Nem mindegy. Ezek az ellentétek rendben vannak. Nagyon sokat beszéltek a buddhizmusban arról, hogy hirtelen van a megvilágosodás, vagy esetleg fokozatosan, és aki eleget járt már az elvonulásainkra, interjúkra, azt tudja, hogy ha azt mondod, fokozatos, hiba. Ha azt mondod, hirtelen, az is hiba. Lapátoljuk csak a karmát szépen, semmi baj, Lerakodott keményen vastagon. De a ráismerés, tá, az egy pillanat. És a kell maha kalpákon keresztül dolgozol rajta. Ez gyönyörű valahol, nem? Egyéb kérdés? Ha már az ellentéteknél tartunk, akkor maradnék még egy picit itt a szívszutrában, amit naponta ötször eléneklünk itt a templomban. Arról van szó, hogy nincs szenvedés, nincs annak oka, nincs útja a megszüntetésnek. És az ember amikor először találkozik a hát akkor a négy nemes igazság, a nemes nyolcrétű ösvény, és hát a szenvedés igazsága. Na erről, hogyha mondanál valamit, megköszönném. Mit szeretnél hallani róla? amit mondana a tanító. Ilyenkor a kutyák jobb tanítók, meg a kék ég és a kert. És a zöld fű. Jó, értem. De nem érted. Azért mondom most a következőket. Tehát amikor a buddha elkezdett tanítani, akkor amit az a utrában olvasol, azt akarta így először egy lépésben ha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor fogd fel úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Ez egy lépésben, nulláról százra, egy lépésben megoldott mindent. Csak az emberek nem értették. Az az öt az két a társ se, akik tényleg látták, hogy a buthában valami nagyon komoly történt. Nem értették, nem fogták fel. Számukra ez teljesen idegen maradt. És akkor a buddha elkezdte ott, ahol az emberek tényleg felfoghatták a tan külsődleges héjazatát. Azt a fajta értelmét, amely strukturális, logikus, okozati, tehát a karmával kezdte, mert a dharma így egy gyöngyszerű mozzanatban nagyon meredek, nagyon tömör, és ezért felfoghatatlan volt. Amit a Lotus Sutrában olvasol, az volt a tan kezdete. De amikor megforgatja a tankerekét, akkor kezd a négy nemes igazsággal, és ez több évig, legalább egy olyan 10-15 évig tanítja. Azért, hogy az emberek tényleg felfogják, hogy a szenvedésnek nem csak ténye van, akkor sokkal könnyebb volt elismerni, mert kevesebb elhárító mechanizmust tudtunk felépíteni különböző digitális rétegekből és szórakoztatásból, meg egyebekből. Tehát, hogy van ténye a szenvedésnek. Hogy tényleg szenvedünk tényleg van mulandóság, feltételez tökéletlenség, születés, öregség, betegség, halál. Ez mind van. Tehát sokkal közvetlenebből elérte az embereket, mint a mai kornak egy kicsit ez a sterilizált társadalma. Úgyhogy mikor egy olyan 10-15 évig ez ment, utána kezdett el a meghaladó bölcsességről beszélni hogyha a 12 rétű láncolatot ugye visszafele fordítod, akkor az öregség, betegség haláltól eljutsz visszafelé érzékszervi tapasztalás, vágy, harag, dualitások, tudatformák, és utána pedig a látás, a vígya. Tehát hogyan fordítod vissza a létezés 12 rétű láncolatát? Ehhez kell az, amit a Meghaladó Bölcsesség szutrákban olvasol, nem csak a Szívszutra, Gyémán Szutra, a Szutra és a többi. Szívszutra mondja, ki a legjobban azt mondja, a van bóthiszatva a mély Meghaladó Bölcsességben időzvén látja kettős pont. Tehát ez az a nézőpont, ami a szutrában aztán recitálunk egész a végéig, amely a meghaladó bölcsesség állapotából születik. Tehát, ha nekem még van szenvedés, annak oka megszüntetése, megszüntetés útján kell gyalogolnom, akkor még nem vagyunk a meghaladó bölcsesség állapotában. És itt nem hiba az egyes szám többes szám eltérés. Ugyanis, amíg bárki más szenved, az azonyomban elér engem. Amíg én szenvedek, az elér elérmást is a mahajána azért fogalmaz úgy, hogy mindannyiunknak van buddha természete, és mindannyiunknak el kell érni a megvilágosodást ahhoz, hogy megszabaduljunk, akár egy ember is. Ezért van őszentségének, a dalai lámának egy olyan mély bóthiszatva fogadalma, amely ugye sok millió mahajána gyakorlónak is a sajátja, hogy amíg egyetlen érzékszerfesz kötött lény szenved a létforgatakban, addig jöjjek vissza gyakorolni, elérni a felébredést, segíteni rajta, és hogy együtt lépjünk be a nirvánába. A buddha természetünk az egyetlen, ami közös bennünk. Minden más szerencsére különböző. Ez tesz minket azokká, akik vagyunk, pótolhatatlanokká és felcserélhetetlenekké. De ez a buddha természet amely által elérhetjük a felébredést, amely által meghaladhatjuk a négy nagy és a négy kicsi szenvedést, és számtalan egyéb formáját ennek, az a meghaladó bölcsesség állapotára jellemző. Tehát ebben a pillanatban nincs sem élet, sem halál, sem szenvedés, sem megvilágosodás, és az összes többi dualitás. Tehát a szívszútra szépen mondatonként, szótagonként, moktak ütésenként tér vissza oda, ahova az embot egyetlen pillanatban. Boom! És akkor tényleg tiszta a tudatod, és nem ragaszkodsz a gesztushoz, fel is fogtad. Úgyhogy itt sincs mélységben ellentét. A látszatok szükségszerűen különböznek. És nem baj, hogyha látjuk azt, hogy tényleg még nem vagyunk a meghaladó bölcsesség állapotában, de mihelyt a gondolkodást meghaladtad, már ott is vagy. Beindul a dualisztikus kompjúter, azon nyomban legyártunk mindent, mindent, amitől egyrészt úgy érezzük, hogy életben vagyunk, de aztán látjuk, hogy emiatt meg is fogunk halni. Amitől boldogok vagyunk, de amikor ez visszájára fordul, szenvedünk is. Ezzel a körforgással sincs semmi baj, hogy az ellentétek egyik párjával sincs semmi baj. A köztük feszülő energiát hová futtatjuk ki? Hová mutat az akaratunk? Merre járjunk az utunkat? Ez a kérdés. No? Jó? Ja, mi ez, a, mi, a mi vagyok, és a mi a dolgom, hogy ez egy kérdése, illetve a mihez felülírja-e -e ezt a hármat? Felülírja-e? -e? Szoktál pogácsát sütni? Igen. Az a sok-sok pogácsa az egy, vagy sok? És még? Egy. Tehát akkor hogy tudod kisütni az? Egy az a nagy masszatészta állapotban van, amikor még nem szaggattad ki, de már összegyúrtad a hozzávalókat. Az úgy nem pogácsa? Akkor az. sok. De ha sok, hát akkor honnan jött az a sok? Azt a sokat így külön-külön mind meggyúrmáztuk? Kiszaggattuk? Most egy vagy sok? Akkor maradjunk. Ragaszkodsz az egyhez? Nem jó. Ragaszkodsz a sokhoz? az se jó. Amikor az egyik kérdést fölteszed, az legyen százszázalékos. Felejtsd el az összes többi kérdést. Teljesen mindegy, hogy melyiket használod. De ha mellé még a tudatban van más is, az levon a kérdésfeltevés értékéből. Melyik kérdéssel van éppen dolgod? Azzal, hogy mi a dolgom? Azzal, hogy mi ez? azzal, hogy mi vagyok. Teljesen mindegy, ez három ugyanolyan nyers kulcs ugyanabba az árba. Csak kicsit eltérően reszeljük ki őket. Használd bármelyiket. Ha azt mondod, hogy egy hiba, sok, az is hiba. Pogácsa. Jó? Tessék sütni. Hozni mindenkinek. Jó? Oké. Okay. Köszönöm. Volna még kérdésem, mert volt másik is, hogy a koan rá a válasz. Az mi? Az, az... Mert a koant még csak-csak értem, de hogy a válasz rá, olyan is van? Uh, igen, az a kérdés, hogy az, az oda mutat. Hova az oda? Min... Oda. Hova oda? Mi az az oda, ami lehet, akár ide is, de nem értem a kérdés végét. Egy zenmester azt mondta, a névmásokból nem élünk meg. Tudod, ki volt az? Nem. Ő. Ő volt. Egyéb kérdés? A másik kérdésem azt lenne. Junge Bószáról, hogyha beszélnél nekem, és általában a, a, zenben a mágia szerepéről, illetve nem csak a zenben, és ugye a mágia a zenkörben a 270 foknál van, ahol lehet már ide-oda mahinálni sok minden, viszont el is lehet rontani nagyon dolgokat, mint amit ahogy, ahogy láttuk. Mágiáról általában azt mondják, hogy a gyakorolt mágia az mindig fekete mágia, mert beavatkozás. De ö, úgy tudom, hogy Zsundje az a mágia bótisztatvája, és sehol nem találtam semmit róla. Hát azért, pontosan, mert a mágia nem találsz róla semmit. Ja, és akkor tes, ne, neked is ez a válasz a dolog. Nekem nem ez a válaszom erre. Szóval erről szeretnék kérdezni. A, 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 egyrészt az ember a mágia szerepéről, és Zsundje bószáról és az ehhez való viszonyulásról. Zsundje Bószállal úgy tudsz közelebb ismerettséget kötni, hogy a mantráját recitálod. Námu csilgudzsi bulmode dzsundzsé bószál, námu bulmode dzsundzsé Na, ezt most megtanultuk, és most mindenki ma este ezt fogja a kis mobiltelefonján nézegetni. Hát ettől még különösebben nagy olvadás nem fog bekövetkezni, se 100 fokon, se 270-en. Azt javaslom, hogy nézd meg a változást magadban. A változásban van a kulcs. Nagyon sokszor megváltozunk úgy, ahogy nem szeretnénk. Tehát azt érezzük, hogy a világ, a környezetünk olyanná formál, amilyenné nem szeretnénk lenni. Ez a kényszer változás. És hogyha ezt úgy érezzük, hogy nagyon erősen végrehajtják rajtunk, és semmiféle alternatívánk nincs, hogy valaki vagy valaki uralkodnak rajtunk. Esetleg olyan módszerekkel, amiket mi nem látunk át. És akkor elkezdjük feltételezni, hogy valami olyasmi van, ami ilyen nagyon negatívan mágikus a részünkre. Pedig semmi más nem történik, hogy nem látjuk át az ok és az okozat működését, és legelőször belül nem. Tehát nem értek egyet azzal, hogy a gyakorolt mágia a fekete mágia. Arról szól, hogy először magadban letisztáztad-e annyira folyamatot, hogy énteleníteni tudtad-e, vagy sem. A saját magad számára gyakorolt önző mágia, ami nagyjából hatalommal, pénzzel, egyéb dominanciával, uralkodással függ össze, az előbb-utóbb nagyon komoly problémákkal jár, az utóbb az akár több évtized vagy évszázad is lehet, de akkor is. Mert az irányvétele nem megszabadulás irányú, hanem ragaszkodás irányú, nem megszabadítás irányú, hanem kontrolláló és megkötő irányú. Tehát ha énteleníted a mozdulatot, akkor tudsz fehér mágiát gyakorolni. De a helyzet az, hogy amikor a 270 fokról beszélünk, akkor először a saját karmánkat igyekezzünk úgy változtatni, ahogy annak változnia kell. Tehát próbáljunk meg megbocsátani úgy, hogy addig nem tudtunk. Elengedni azt, amit addig nem tudtunk elengedni. Hétköznapi, Látszólagos, megoldhatatlan helyzeteket kezdjünk el megoldani. Üljé beszélni azzal, akivel addig nem tudtál, nem akartál, nem is gondoltad, hogy tárgyalóképes lesz számodra. Tehát ez a minden nap élet mágiája, és Zepes Mária néninek hódolata túloldalra, mert azt hiszem, hogy az ő regényein nagyon sokat tanultunk, és nagyon sokan nevelkedtünk, és mentünk tovább az úton. Úgyhogy próbáljuk meg a változás és változtatás együtthatójára visszaírni ezt a mágikusnak vagy különlegesnek tűnő tanítást. Változzunk olyan irányba, amilyen irányba szeretnénk, és legyünk azok, akik ké szeretnénk válni, mert valamiképp lehoztuk ezt a karaktert ide ebbe a testbe, változunk, és utána tovább visszük, a léleknek nincs fix tartalma, de összeáll egy emberi karakterre. Minden gondolatod, minden érzelmed, minden szavad, minden emléked, minden cselekedeted relatív, kötött, mullandó, tehát változtatható, megköthető és elengedhető. De ebből összeáll valami, ami te vagy. Mi van a lélekben? Mit hozott le? Mit lát? min változtat, mit visz tovább. Ezek kulcskérdések, mert az nem baj, hogy így születtél, de így akarsz a következőben is. Ez már egy sokkal súlyosabb kérdés. Tehát az irányvétel, az irányvétel, és megint csak az irányvétel, amelyet Sun mester tanított, mert ezeknek a változásoknak a vektora, az akaratodnak az iránya, ez dönti el, hogy milyen karakterként mész tovább. És amellett, hogy azt fogadjuk meg, hogy önzetlenül segítünk minden lényen a felébredett tudattal, emellett nem mindegy, hogy milyen karmát viszel tovább ebből a testből. Milyen lélekkel szállsz ki ebből a járműből. Úgyhogy ha erre nézel, itt belül nagyon sok mágikus tennivaló van. Tehát ha jól értelmezem, jól értem, hogy mondasz, hogy a, a, a az egy elég drasztikus változtatás és változás előidézője vagy sugallója? Szerintem Barnabószál egy sokkal drasztikusabb változtató esetetben. És hogy van a mantrán? <laughs> Marti Darma, Marti Darma, Marti Darma, Marti Darma. Egyéb kérdés? É, igazából erről jutott eszembe, szóval, hogy kapcsolódik -e ez, hogy. Tehát, hogyha valaki mondjuk azért kezd el valamilyen tevékenységbe, mert az a, azt az irányvételt akarja követni, konkretizálom. Szóval mondjuk ö, szeretném, hogyha minél inkább segítenék ö, sok embernek, és akkor ezáltal megszabadítanám magam egy csomó karmától, és, ö, és a következő életemben jobb ö, körülmények közé fogok születni. Szóval, hogy ettől a céltól vezérelve, de nem azért, mert valóban segíteni tehát, hogy, hogy nem, nem mondjuk együttérzésből, hanem a saját javamra ilyen szempontból ö, fogok tenni nagyon jó cselekedeteket, amivel tényleg segítek egy csomó embernek, de hogy minden mögött az van, hogy a következő életben jobb körülmények közé szülessek, akkor, akkor mi van? Hogyha ezt megosztod, hogy van valami mögötte, az hiba. Mert akkor ilyen lemezes szerkezetű, kicsit ilyen hipokrita szagú akarat alakul ki. De ha te saját magad ugyanúgy az érző lények között vagy, mint bárki más, az rendben van. Tehát te se föl, sem le nem lógsz ki az összes többi ember közül. Egyébként a jobb körülmények közé való születése nem kell sokat gondolkodni. Hallottunk a szívszútráról, amit naponta recitálunk. Bizony van más is, az ezer szem és kész szutra, és abban benne van a tíz nagy fogadalom. Oké? Okay? Az úgy szól, hogy fogadom, hogy emberi testben születek újra. Fogadom, hogy találkozom gyorsan a tannal. Fogadom, hogy hallgatok a tanítómra. Fogadom, hogy elérem a felébredést. Fogadom, hogy szabad akaratból szabadítok meg minden létezőt. És a többi. Tehát ez is nagyon szépen kívánja előve, Miért? hogy ne kelljen önző módon neked beprogramozni különböző jóléti programokat. Hogy akkor neked az jó lesz. Nem biztos, hogy jó. Tehát nézd meg, hogy hányféle Elképesztően nehéz gyerekkorú emberből lett, fantasztikus, sikeres, nagyszerű, bóthiszatva, amit akarsz. És amikor megszületett, akkor tényleg nem úgy nézett ki, hogy az lesz belőle, de amit a lelkében lehozott, az vette szépen az akadályokat, nem követett el hibát, nem ért oda se előbb, se később, nem váltott oldalt, és akkor működik. Tehát egyenesen előre. És hogyha ezek a fogadalmak tényleg a bóthiszatva fogadalmak vezérelnek, akkor pontosan olyan karmát viszel tovább, amely ezen célok megvalósításához kell. Tehát olyan körülmények közé születsz újra, olyan szülőkhöz, olyan társadalomba, olyan nyelvhasználta, olyan nemzetközi karmával, és a többi, hogy ezt a tevékenységet ki tud fejteni személyesen és kollektíve egyaránt. Tehát nem kell külön alaplapot programozni ahhoz, hogy az én életem jó legyen azért, hogy másoknak így tudjak segíteni. Ez egyben van. Nincs mögötte semmi különös. Nincs két réteg vagy több réteg. Egy van. És ezért működik. Jó? Azt szeretném kérdezni, hogyha járok az utamon, gyakorlok, és érzem is a fejlődést. És akkor elérkezik egy pont, amikor, amikor valami, valami régi dolog, valami karmikus, valami egy, egy félelem, vagy egy féltés, vagy akármi elér, és, és hát összeomlok, vagy visszakerülök az útnak az elejére. Vagy azt érzem, mintha nulla lenne a fok, vagy, vagy, nem látom a bikának a nyomait se. Tehát mintha teljesen visszakerülnék az elejére. Hogy, hogy Mit kell ilyenkor csinálni? Vagy hogy lehet megmaradni? Vagy... Újra kell kezdeni. Nincs az a semmi baj. Tehát Suzuki Roshi mondta az egyébként méltán híres könyvében, a zen a kezdők szelleme. Ugyanis sohasem pont ugyanonnan kezded újra. Mindig tapasztalsz, és a tapasztalatot felhasználhatod. Hogyha helyesen használod fel a tapasztalatot, a következő kísérlet már másmilyen lesz. Szükségszerű, hogy 7 évente, 10 évente, 17 évente, 22 évente valamikor úgy érzed, hogy visszakerülsz a kezdőpontba. Újra ugyanazzal kell foglalkozni, láthatóan, és ami addig történt abban a ciklusban, mintha nem is történt volna meg, de mégis megtörtént. Mégis volt tapasztalat. Akkor a maradvány karmád nem naponta egy pohárra, hanem egy pillanatban az egész dézsával rád zúdul. Nincsen azzal semmi baj, csak kitakar akkor minden mást. És akkor csak azzal kell foglalkozni. Nagyon fontos, hogy a tudatod tükre nagyobb és erősebb legyen, mint a karmádnak a tömege és mérete. Magyarul ne feszülj rá a karmádra. Ne legyen se abszolút értékű, se kizárólagos, se szigetelő, se semmi ilyesmi, mert akkor te, az önképed, a karmád így... Egymásra feszülnek, és így magadra maradsz látszólag. És ez a látszólagos elszigeteltség a legveszélyesebb. Ilyenkor szoktuk a legnagyobb hülyességeket elkövetni. Tehát, hogy nem szűnik meg a kapcsolatod a világgal, akármilyen nehéz helyzetben vagy. Nem szűnik meg a kapcsolatod a többi emberrel. Mindig lehet fölhívni valakit, kérdezni valakitől, segítséget kérni. Nem szégyen. Tehát soha sem vagy egyedül soha sincs választási lehetőség nélkül az ember. Amikor ráfeszül a problémára, amikor összeomlik látszólag, akkor pont ezek a lehetőségek tűnnek el. A kezdéssel nincs semmi baj. Itt minden pillanatban kezdünk. Minden egyes csuppiüt és egy új meditáció. Használjuk fel a tapasztalatot, és akkor nincs az, hogy kitartás, meg elcsüggedés, meg optimizmus, meg pessimizmus csak tedd lépésről lépésre, pillanatról pillanatra. És az eközben végzett munka tényleg a felébredést szolgálja. Úgyhogy minden egyéb reakció, minden olyasmi, ami erről letérítene, minden, ami más látszatot keltene, az tényleg illuzórikus. Azt nyugodtan fel lehet adni. Elhangzott, hogy a Dalai van egy olyan fogadalma, plusz még ugye a több millió gyakorlónak, hogy hogy minden születésnél eléri újra a felébredést, és segít minden lénynek, amíg közösen, amíg mindenki ki nem kerül a szenvedés forgatagából. És ehhez kapcsolódva, hogy, tehát, hogy akkor ezt nem lehet hozni a felébredett tudatot születésről születésre, hanem hogy mindig el kell érni. Az a baj nem fér bele a csomagba amikor hozol valami, kell neki csomag. Nem fér bele. Végtelen tér, végtelen idő. Hogy férne bele bármibe, hogy hoz hast Amit hozol, az a karmád. És amikor leszületünk, olyan elképesztő handicap az, hogy egy emberi testben föl kell nőni. Nézd meg, akárhogy szeretik azt a kisdedet, elképesztő nehézségeken kell keresztül menni, hogy megtanuljon először sírni, ezzel lélegzik, aztán alapvető anyagcsere, rengeteg alvás, tehát szépen lassan növekszik, erősödik, mászik, feláll, szobatiszta lesz, tovább-tovább beszél, gondolkodik, öltözködik, és így tovább, és ez alsó hangon 17-18 év, amire azt hiszi, és tényleg gondolhatjuk, hogy valamennyire érett lesz, és még Mennyire messze van attól, hogy a 20 éveinek a végén elkezdjen igazi döntéseket hozni? Iszonyú lassan fejlődünk, és miért Mert keresztül kell törnünk újra és újra, születésről születésre, az érzékszervekhez kötött, tehetetlen állapotból ki kell jönnünk belőle. Na, ezt hozzuk magunkkal. A buddha természet eredetileg nem jön, nem megy, nem mozdul, nem vihető, nem hozható, és a többi. A felébredés mindenkinek a lehetősége, ez így van. De elképesztően más karmikus terhet hozunk magunkkal. Nézd meg, van, aki már elég hamar sérdülőkora körül az első nagy érzelmi hormonális válság körül ugye rájön, hogy itt miről van szó. Kevesen, de lehet látni, hogy úgy kilátni a felhőből, hogy úristen, itt tényleg ez van? Hát akkor gyorsan csináljunk valami egyebet, mint a statisztika, vagy a többség. Van, aki a 20 éveinek az elején, második dackorszak. Van, aki pedig a 20 éveinek a végén, amikor már tényleg felnőttnek látszol és családot kéne alapítani, vagy a 30 évek elején hasonló módon, azt látod, hogy az emberek nagy része nem tudja, hogy merre menjen. Meg akar élni, normális életet szeretne élni, de azon kívül semmi több. És pont ezért, mivel nincs egy nagyobb tér, nagyobb Tudati rálátás, ezért nagyon nehezen találjuk meg az utunkat. Amit magunkkal hozunk, az a karmánk. Ami bennünk van, amely a köztes lét négy állapotában mindig jelen van, csak más módon érvényesül, az a butha természetünk. Az a karma, amit inkarnálódott állapotban teremtünk, az csak inkarnálódott állapotban módosítható. Ezért kell újra és újra megszületni. Tehát a buddha természetünket nem hozzuk, mert nem kell. A karmánkat azt kőkeményen. Benne az izsákban. Úgy, hogy ránk is van varva. Aztán szép, lassan lebontod az azonosulás varratait, leteszed az izsákot, hogy lásd, hogy mi van benne, és akkor tudsz belőle kirakni, belerakni, és a többi. Nem ott döntesz, hogy neked pusztán mi kell, hanem még a túracsapatnak mire van szüksége. És akkor Megpróbáljuk azt is vinni. Ez a bót hiszatva hátizsák. Közben itt gyűlt több is. Az első az lenne, hogy én konkrétan a, a mi ez kérdésre vonatkozik. Ha jól tudom, ez a, a, a mi ez kérdés a nem tudónak a megnyilvánulására irányul. Ez most kérdés volt. Jó? A, na de a lényeg az, hogy a, az én használatomban, vagy legalábbis a gyakorlat során nekem ez a kérdés elég nagy gondot okoz, ugyanis hogyha, hogyha arra irányul, mint ahogy a kérdést felvetettem, akkor ugyebár a tudat az azért bekapcsol, és a tudat viszont mindig, mert hogy ez egy kérdésként kezeli, és mindig válaszolni akar. Mit kezdjek én ezzel? Mit látsz? Ez a kérdés is gondot okoz? Nem, csak én már nem tudom, hogy mit kéne válaszolni. Tartsd meg a mi ez kérdést, és kész. És akkor látsz, nem gondolkodsz. A gondolatokatól jönnek. És mennek, ha hagyod. Csak láss, ez a buddha természet. Ez egy gyönyörű koan, ott a 177. után valahol a könyvben. Nagyon sokat fog segíteni Sung mesternek ez a költeménye. A vége úgy szól, hogy látod? Hallod? Már tisztán látsz, már tisztán hallasz. Akkor ez a bot, a hang és te, Azonosak, vagy különböznek? A másik, a, a másik az akaratra vonatkozik. Többször hallottam tőled is, hogy az akaratot használni is kell, meg nem is. Na, ez nálam nagyon zavaros. Tehát, hogy mi az, mi az amikor a, a, az akaratnak a helye van, és mi az, amikor nincs. Ezt a mondatot tőlem nem hallhattad, de... de... Az akarat, hogy mikor használod és mikor nem, erről beszéltünk. Nem is keveset. Bemész a konyhába, mikor használsz kést? Hát, amikor vágni akarsz. Na de, de ezt honnan tudod? Hát, hogy előtted van az uborka meg a répa, nem? Vágni kell. Ha nem kell vágni, nem használsz kést. Ha akarni kell valamit, például megjelent valami feszültség, a pontból B pontba, egyik állapotból a másik állapotba. E kéne jutni. Ez feszültség. Akkor az akaratnak helye van, spontán meg is jelenik. És hogyha az iránya helyes, nyugodtan követheted azt az energiát, amely megjelenik belőle. De hogyha nem menne korrekt irányba, mert például ezek a polaritások nincsenek helyesen felállítva, akkor ki kell venni az energiát is, és a tudatosságot, azt a fajta információt belőle, amely az akaratnak az alkotó része. Magyarul vizsgáld meg megint, jól tudtad? Helyesek az ismereteid? Megfelelő irányba vinne az akaratot, hogyha engednéd csak úgy megvalósulni? Ezt hívjuk az ok és okozat pillanatban való meglátásának. Felmerül az impulzus, és már látod, hogy hova vinne és nem analitikus tudattal, hanem csak napfonatban, mint egy ilyen kis gombosti párnát így belenyomnának hirtelen a gyomorszáj környékére belülről. És akkor tudod, hogy valami kubanc van. Legalább azt, hogy bonyolult, és lassíts le, állj meg, ne akarja akkor semmit, láss rá, hogy mi ez, honnan jön. Ez az általad említett kérdésnek az alkalmazott változata. Van egy, ami a nagy kérdés, a mi ez. Ez az, ami nem fogható szóba. Ez az, ami a kérdés forrásához visz el. Ez az, ami olyan tiszta tudatot eredményez, amely, mint a tér, mint a tükör, mindent látsz benne, mert ez a látás maga a butha természet. Utána alkalmazhatod a kérdést a karmád egy-egy tárgyára, hogy mi ez? Honnan jön? Amikor úgy érzed, hogy a karmád valami nagyon-nagyon helytelen irányba terelne téged, akkor ránézel, hogy mi volt az az impulzus, ami újból egy önpusztító, önsorsrontó, helytelen, önbeteljesítő jóslat felé taszajtana téged. Mi ez? Honnan jön? Akkor már tárgyas a kérdés. A tudat ekkor sem mozdul, ekkor sem analizál, ekkor sem akar semmit, hanem engedi, hogy a karmának kirajzolódjon a holdudvara, Kirajzolódjon az a fajta hálózat, amelyből energiát nyer, és ahova energiát ad le, ahonnan információt kap, és amit ellát információval. Az az életvonal, az a fajta összefüggésrendszer, amelyet a hinduk úgy mondtak, hogy Indra hálója, az egész univerzum Indra hálója. Ez a hálózat az ok és okozat együttműködése. Na most, ha rákérdezel egyetlen pontjára, és hagyod, hogy működjön a látás, akkor kirajzolja az egészet. Miért nem szokott ez működni általában? Azért, mert mindig, amit akarunk önképben, világképben, eredményben, azon nyomban Minél okosabb vagy, annál hamarabb, annál gyorsabban, annál megfelelőbb, Tehát használd a kérdést megfelelően. De mindig nincs időd. Mi az idő? A döntésnek a meghozatalára annyi időt szánni? Ilyenkor mi az idő? Döntéshelyzet előtt állsz, látszólag van egy pillanatod rá, elhibázod, és tíz évig takarítasz utána. Ha vártál volna mondjuk öt másodpercet, akkor csak öt év, ha egy egész percet, lehet, hogy egy év, ha azt mondod, hogy köszönöm szépen, időt kérek, az időt kérni is lehet, kapni is. És akkor fogja magát az ember, és meditál rajta egy napot, és lehet, hogy semmiféle takarítani való nem lesz utána. Mi az idő? Nézd meg az ok és okozat egymásra következését. Zuhognak az eredmények. Látszólag gyorsan telik az idő. Nem történik semmi. Állni látszik az idő. ne ragaszkodjunk az időhöz. Ne ragaszkodjunk a kérdéshez. Használd a kérdést helyesen. Ha gondolkodsz a kérdésről, használhatatlan lesz. A hátizsákról jutott az előbb eszembe, hogy ez a kibepakolás, hogy én az elmúlt pár évben nagyon sokat törekedtem arra, hogy azokkal, akik körülöttem élnek, hogy ne akarjam jobban tudni. Uh, még kevésbé megmondani, hogy jobban tudom. És tettem ezt uh, azért, mert uh, nem elvárásból, nem ilyen magamra vett uh, szerepből, hanem azért, mert ha, ha, sikerült így tennem, akkor nyugodtabb és békésebb lettem. Szép gyümölcsöket hozott ez. Uh, eltetted befőtnek? Igen. Nagyon örülök majd hozzá és lekvárt, mert olyan finomakat főző. Már itt van fi. Darma lekvár. Az igen. Finom nagyon. Nagyon jó. jól működő házasságban élek és családban. Van pár remek érzőszívű barátom, de azért, ha nyílik ez a kör, a világ körülöttem, messzire, menj, kevésbé virágzó a kép és az jutott eszembe a múltkorra egy meditációban, mert úgy tűnik megint sikerült nagyon jó fókuszban maradnom, hogy lehet, hogy elfelejtettem ezekben az években valamit, itt sok bontogatás közepettem magamban valamit visszaépíteni, vagy rossz bába módjára a fürdetővízzel elment a gyerek, vagy kiment a gyerek is az udvarra, vagy tágabb körben miért nem tudom működtetni, ami olyan jól működik szűkebb körben. Miért nem tudsz megváltani 7,3 milliárd embert a saját szamszádikus körforgásából? Jó, hát én nem akarok olyan távolokra tekinteni. Nagyon derék. Akkor szépen visszavesszük egy kicsit ezt a nagyon jó indulatot, de egy kicsit önmorzsoló akaratot. És nézd meg, hogy az a természetes hatás, amely a jól működő házasságból, baráti körből és egyébből elér téged, az pont annyi, ameddig a te hatásod terjed. Nem különböznek. Ameddig a te hatásod elér, pontosan annyi ér el így, teljesen megtartható módon. Az összes többi zaj. Maga a kérdés feltétele, hogy egy ilyen kérdést tettél föl, az a bizonyíték, hogy nem ömlött ki a vízzel együtt a gyerek. Nincs ez a semmi baj. Csak meg kell látni a karmáknak, a személyiségünknek a határait, és a buta természetünknek gyakorlatilag a végtelen hatását, vagy végtelen lehetőségeit. Úgyhogy az egyik korlátozott, a másik nem az. Néha így az ember elkap egy-egy impulzust, hogy például megbetegszik valaki így a családban, vagy baráti körben, és énekelsz érte, és jobban lesz. Elkezd gyógyulni. Jobban viseli a betegséget. És akkor látod, hogy működik ez. Működik ez úgy is, hogy nem tudom pontosan, hogy hogyan, de mégiscsak működik. Hát ameddig te elhatsz, ugye pontosan annyi jön vissza. Itt a kételyt fel lehet oldani. Egy pici karmikus bevillanásokkal fűszerezett jelenlét üdvösebb, mint egy maximalizmusra törő tisztaság, ami egyébként meg folyamatosan kipukkad, mert olyan, olyan erőfeszítést követel, mintha egy vazelines tálban egy piócát szeretnék megmarkolni. Hiba lenne bármely erőfeszítést üdvözítőbbnek nevezni a másiknál. Javaslom, hogy érd el azt a fúziót, ahol a bizonyos maximalizmus párosul a tökéletlenség bevillanásaival, és ezáltal nem teszed bele a kezedet abba a tálba, ahol vazellinesen kellene piócát megfognod. Középút. Itt a középút nagyon fontos. Akármilyen hasonlattal szóljunk. Nem tanálom. Akkor csak menj rajta, nem kell tanálni. Én azt szeretném kérdezni, hogy a meditáció közben én a mi ez kérdéssel dolgozom, legalábbis azzal kezdtem el, és hát kipróbáltam a többit is. Mindegy, az a lényeg, hogy nekem folyamatosan így egész nap mennek a nem is mantrák, hanem egész énekek, szútrák így a fejembe. De vonatok ez, hogy felébredek, és hogy amikor meditálok, akkor és felteszem ezt a kérdést, hogy mi ez, ugye egy belégzéseknél, meg, meg, amikor így eszembe jut, mert így vissza jövök így a elkalandozott gondolataimból. tehát akkor is folyamatosan hallom, és hogy esetleg, ha váltanék mantrára, vagy pedig ez valami olyasmi, zavaró, és tovább kéne engedni, vagy nem figyelni rá, mint, mint a gondolataim? Vagy, vagy esetleg, ha Nem egészen olyanok, mint a gondolataid. Én azt javaslom, hogy ezt az elvonulást mindenképpen a mi ez kérdés őszinte csodálatával töltsd. További csodálatra adok ott, hogy ez a kérdés mennyi mantrát ugye bevonz. És próbáld meg így a nem cselekvéssel elérni azt, hogy a kérdés megtartása által letisztuljon a mantra, és egy maradjon. És hogyha egy marad, akkor arra lehet váltani. De amíg ilyen sok-sok minden úszkál, addig nem. Tartsd meg a kérdést, az egy pontot, az nagyon fontos, mert nem lehet egyik mantráról a másikra ugrándozva, mint hogyha szegény jegesmedve az olvadó jégtáblákon próbálna meg így ugrándozni, és egy darab fókát nem talál. Az úgy nem megy. Tehát tartsd meg a kérdést, hagyd, hogy a tudat leegyszerűsödjön, és akkor lehet, hogy egy mantra állandóan ott kikandikál a vízfelszín fölött, és akkor az oké okay lesz. Én a Szungsán megvilágosodási történetével kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy amikor elvégzi ezt a száznapos elvonulást, eléri a felébredést, és akkor utána valamikor így felkerekedik, és elmegy ugye a három zenmesterhez. És ugye a harmadik, hogy az első kettőnél ö, sikerrel jár, és megkapja az inkát, és elmegy utána a szunyimhoz. És akkor ugye teszi fel neki a kóanokat, és akkor így megy át rajtuk szépen, amikor a tizedik kapunál megakad. És, és erre ő nagyon ideges lesz, vagy ő mérges. És hogy aztán 50 percig ülnek, így szemtől szembe, mire megjön neki a válasz. És akkor oké. Okay. És így az merült fel bennem, hogy, ha már nem volt én, tehát ha már, ha már ö, teljesen tiszta tudat, és, és nincs én, akkor, akkor miért dühítette őt fel, hogy, hogy nem tudja a választ? Amikor te bejössz az interjú szobába, és van két-három ilyen válaszod, és átmész a kóanokon, akkor van én. Amikor utána kapsz egy olyan koant, amivel nem tudsz megbírkozni, és akkor héten nem tudod. Látod a saját reakciódat beül? Igen. Igen, lá látom, hogy... Oké, okay. az honnan jött, hogy előtte nem sok én volt? Hát, hogy, hát, hogy van. Hát van? Tehát akkor most egyszer nem volt, aztán van? Hogy van ez? Hát csak akkor nem volt egy darabig. <laughs> Vagy. Neki is. Szóval nézd meg, hogy újabb és újabb helyzetek, körülmények, és egyszer csak a gyönyörűséges üstökösből egy hatalmas, egy atombomba lesz. És az a dolgunk, hogy minden falat átégessünk. Tehát a karma az így tud keletkezni, és így el tud tűnni. Egy bizonyos helyzetben úgy tűnünk, mintha nem lenne, nem sok, mondott te. Lehet, hogy nincs is. Aztán megváltozik a helyzet, és pif-puf megjelenik benne az a micsoda, majd én, és ekkora nagy én. Semmi baj, az visz tovább. Aztán szépen elkopik az úton. Ne ragaszkodjunk se az énhez, se a nem énhez, ne azonosuljunk se a válaszadással, se a válasz hiányával, egyenesen, tisztán, előre. És akkor nem gond egyik sem. Mi történik, ha megválaszolsz egy kohant? Jön egy újabb. Kapsz egy másikat. Így van. Meddig kapod? Amíg meg nem válaszolom. Tehát addig, amíg bele nem akarok egy olyanban, amit már nem tudok. Bravo! Akkor szerintem teljes nyugalommal, a moktakütés eddigi ritmusát megtartva szépen továbbmész az úton, és veszed az akadályokat egyiket a másik után. Csak egy pillanat erejéig a mantrára visszatérve, azt meg kell várni, hogy kikristályosodjon, vagy választás eredménye is lehet. Milyen a mantra? Szilárd, folyékony, gáz nemű. És még érted az egyet, nem érted a kettőt. gáté, gáté. Pára, Na végre, mi? ez már valami. Ez nekem elég kristályosnak tűnik. Csak csináld. Egyéb kérdés? Azt szeretném kérdezni, hogy néha, amikor egészen intenzíven gyakorolok egyedül, olyan is van néha. Azt veszem észre, de nem csak mikor egyedül, hanem mikor picit intenzívebb gyakorlati korszakomon esek keresztül, azt veszem észre, hogy sokszor, nem mindig, de sokszor ingerlékenyebb leszek utána. Azt veszem észre. Tehát pici hülyeségek, úgy úgy idegesítenek. Mi van ez? Olyankor inkább akkor én fugáztam a gyakorlatomban, ez azt jelenti? Azért, mert érzőbb lett a lény. Ehhez az érzékenységhez nem csak hogy jogunk van, ez egy speciális emberi dolog. Az érzékenység mellé erő is párosuljon, ez a fontos. És néha lecsúszunk a ló egyik oldaláról hirtelen a másikra. Ezt bejövünk például valami nagyon komoly én erővel, hogy elértünk valamit odakint, eddig jól mentek a dolgok, vagy én ez vagyok, vagy én ezt akarom, és ez úgy dübörög. Aztán itt a 8-50 perc az eléggé szétráz ezt a dübörgést, és úgy nagyjából semmi nem marad belőle. És amit te eddig magadnak gondoltál, aminek hitted magad, az az önkép, az itt ezen a padlón így porszemekre tud szét hullani. És akkor az erő elmegy. De az érzékenység az pedig ott van. Hát újból össze kell szedni magunkat, és ez különösen az elvonulás után igaz, hogy amikor innen kikerülsz, szuper érzékeny lehetsz. De akkor találd meg azt a centert, azt a fajta pillanatot, azt az erőt, amely az összeszedettségből és a pillanat tudatosságából fakad. Semmi másból. megváltozik az erőnek az információ tartalma, a tudatossága. És nem ott van, ahol eddig a szokásból ugye megtaláltad, hogy én ez vagyok, és nekem ez az erősségem. Megváltozik az én, megváltozik az erősséged is. Teljesen természetes, hogy érzékenyebbek, felfogó képesebbek. Néha úgy érzed, hogy sebezhetőbb lettél. Ez az egyik legnagyobb adomány az együttérzés mellett. Hogyha ez a sebezhetőség nem lenne, együttérzés sem lenne. És az emberek nagyon nagy többsége ezért utasítja. És ezért inkább valami érzelmi állapottal azonosítjuk az együttérzés, hogy amikor én jó vagyok másoknak, vagy valami. Nem. Ez az alapvető érzékenység az együttérzés alapja, amikor már nem csak személyes, hanem a másikat is ugyanilyen érzékenyen fogod fel. Ugyanazt a legapróbb rezdülés, ami magadban egy irritációt kihoz, a másikban észreveszed. Pontosan most az érzelmei merre mozdultak el? Hogy esetleg bosszúsága lesz. Kell. Pontosan, mert viszket az orra. Merre, merre mozdult el akár a gondolat? Az akarat? Mennyire figyel rád? Mennyire másra? Enélkül az érzékenység nélkül nincs belátás, nincs bölcsesség, nincs együttérzés. Semmi nincs. De az érzékenység mellé szilárdság is kell, Belátás is kell. Amilyen finom a tükör, pontosan olyan gyémánt keménynek kell lennie. De mindent mutat, mindent érez. Hogyha ezzel az érzékenységgel kiváltott sebezhetőség nem arra ösztökél, hogy szilárdabb legyek, hanem falépít is, és elpróbálja megoldani ezt a szilárdságot. Akkor ezzel mi a tendő? Meg kell látni azt, hogy a fal nem te vagy, és a fal mögött a gyengeség ugyanúgy ott van. Sőt, mivel az energiát falépítésbe tette bele az ember, a gyenge még gyengébb lesz. És merni kell lebontani a falat, először egy szemmagasság, így átnézzünk, hogy egy őzike, madárka, és akkor így elkezdesz barátkozni a külvilággal. Ez nagyon fontos. És akkor szépen még lejjebb megy a fal, és a benne lévő energia az úttá válik. És amikor az ember mer az úton haladni egy szál hátizsákkal, akkor a saját sebezhetőségéből elképesztő erő lesz. De ha azt pajsként maga előtt akarja vinni, mindig attól fél, hogy lesz valami nagyobb, erősebb, ami ezt a pajzsot darabokra töri. És lesz is, mert ellentétekre alapozódik. Ez, amit kérdezel, ez mind szokás. A korábbi önvédelmi stratégiáknak az eredője. Ezzel sincs semmi baj, de ha már beláttuk az eredménytelenséget, akkor ne folytassuk tovább. És akkor belemerünk állni a helyzetbe, a kapcsolatba és a cselekedetbe. Ez az igazi erő belül. a pillanatban száz százalékig merünk jelen lenni, és nem engedjük, hogy a saját gondolataink, érzelmeink, egyébségünk letakarja ezt, vagy meggyengítse, vagy felszabdalja, és ebből épül aztán a fal, de nagyon gyorsan. Úgyhogy ezt, ha az ember szépen lebontja, akkor átalakul ugyanaz az építőanyag úttá. És azon lehet menni, és hirtelen rájössz, hogy nem vagy egyedül. A fal mögött mindig egyedül vagy, az úton mindig vannak társaid. Hát így a falak, meg, meg ilyesmiről jutott eszembe, hogy próbálom folyamatosan rendezni, így a, ami még rendezni való így, a, így az életemben, ilyen lezáratlan kapcsolatok, már mint érzelmileg vagy, vagy gondolatban lezáratlanra gondolok, és múltkor volt egy ilyen történet, hogy, hogy találkoztam egy, egy olyan volt kapcsolatommal, aki, aki, függő, de hogy így aktív, bár, bár nem annyira, de hogy mindegy, szóval, hogy mindenképpen mm, még az, és és hát belekerültem egy olyan közegbe, ahol ahol mások is voltak, és és nem akartam így eljönni, tehát úgy éreztem, hogy így nekem ott mert azokhoz így nincsen kapcsolódásom, és hát én így nem is éltem semmiféle ilyen szerekkel, de ott ültem egy, egy olyan helyen, ami, ahol min, mindenki, tehát, hogyha így vannak bugyrok, akkor ez, ez egy kicsit az volt, és nem tudtam pontosan, így figyeltem magamat, hogy ö, nem akartam azt csinálni, hogy így hamar felállok, elköszönök, és elmegyek. Valamire így kíváncsi voltam, és ott maradtam a helyzetbe, de de mai napig nem jöttem rá pontosan, hogy, hogy mi lehetett az, a, amit én ott így kerestem, tehát próbáltam ö, úgy jelen lenni, hogy, hogy nem ítélkezni, hogy láttam magamat ö, bennük, de mégis nagyon sokszor mentem el egy olyan mesgyére, ami, amikor ö, hát így sikítva rohantam volna el, tehát annyira feszített, akkor utána egy kicsit megnyugodtam, így vala, valahogy benne voltam, aztán, aztán megint nehéz volt, és ez, Majdnem három órán keresztül hagytam magam ebbe a helyzetbe. Gyönyörű Valamire gyakorlat. Valamire Gyönyörű gyakorlat. Arra várhat az ember, hogy tud-e szilárd maradni az újabb és újabb belső és külső impulzusok dacára, hogy újraéled a múltadat, ott van egy csomó ember, aki emlékeztet rá, és újra ott vagy a bugyorban, de mint nem cselekvő. Ők cselekszenek, és tolják magukba, és be vannak tépve és szét vannak ütve de te nem. Na most ez egy elképesztő gyakorlat, és a tudat ilyenkor vissza akar látogatni abba a helyzetbe, ahol korábban bukott. Ahol benne volt a bugyorban, és az arcával szántotta az utat, amely kifelé vezetett. És visszamegy, és megpróbálja, hogy na, most mi van. Akkor is, hogyha szándék nincs a tudat felszínén. De azért mész oda-vissza, hogy a jelenlétedből következzen valami más, mint ami addig. Szerencsére más következett, mint addig. És ez jó. Csak itt tovább. Ha már a cuccoknál tartunk, a két héttel ezelőtt itt volt egy tábor és a, megint a szívszotra ismét bejött. Amikor a szívszotrát énekeltük, nekem pont olyan trippen volt, mint hogyha LSD-t fogyasztottam volna. Nem, nem, hiszem, hogy flashback volt, mert 15 éve nem, nem fogyasztottam LSD-t. Csak a szívszútrától neked volt egy nem, nem, És mondom, hogy miért. Tehát olyan sikeres volt az éneklés, hogy mindenki egyszerre vette a levegőt, és olyan egy huron pendült az egész tá társaság, sem az előtt, sem az után. Tehát én két hónapja vagyok itt a templomban, és elég gyakran volt alkalmam, tehát reggel este ré részt veszek a, az énekléseken, de akkor, tehát nekem úgy tűnt, hogy ez a hogy egyszerre vette mindenki a levegőt, egyszer énekelt mindenki, és nekem hirtelen még a padló is bemozdult. Tehát, a ezt megtanítalád nekem, hogy ez hogy van? Te, oh, hát, én én ezt nem én tudom. több évtizedet tolom három kontinenset, egy darab nem volt. Oké, okay, akkor mondok más. De, de semmilyen rövidítés, tehát okay. egy darab alkalóid, semmi. Okay. Tehát annyira eseménytelen, unalmas, csak megyek interjúzni egyszer a vákos egyik oldalán, másért a másik oldalán, és semmi esmi. Hát gratulálok. Na, Na, szóval akkor én még egyszer megpróbálok neki szaladni ennek. Hát, ha most nem fogok rövidet ugrani, jó? A, tehát az éneklést én úgy fogom föl, tehát én nagyon óckodtam ettől az énekléstől. A, és most jobban, tehát ütősebb nekem, mint az ülés, ha bár az is kezd... Igen. A, Na, szóval az, a, az éneklést is igyekszem, meditál, igyekszem, tehát jött magától. Az természetes, hogy a meditáció során olyan hatásokat észlel az ember, mint, mint különböző drogfogyasztások során? Amigdala és hormonkeverék kérdése. Amikor arról van szó, hogy ugye meditálunk, a test, az energia és a tudatosság az egy pontban szeretne lenni. Ezt tanítjuk, és az itt lévők ezt próbálják. Közben egy csomó gondolat, érzelem, múlt, jelen jövő, jó és rossz, minden föl szabadul. Ezeknek különböző hormonális hatása van. Van, aki elkezd sírni például, van, akinek röhöghetnék, van, Van aki dúl, fúl és dühös, van, aki szét akarja törni előtte a falat van, aki elérzékenyül, és az egész világot meg szeretné ölelni, és ennek mind van hormonális vetülete. Tehát, ha neked éppen ezt keverte ki a rendszer, akkor ezt érzékelted. Jézusom, yes, nekem mindeniket kikeverte, amit, amit most felsoroltál. Ez dobta a gép. És még fog is. Nézd meg ezt a keverő mozdulatot, és engedd el a kanalat nyugodtan. Akkor leáll a keverés addig állandóan a saját hormonális érzelmi, gondolati hullámvasútunkon állandóan ottan hullámzunk, fel és alá. És egy idő után unalmas. Vagy belátjuk, hogy nem célra vezető, még ha nem unalmas, akkor is. Úgyhogy leszállunk a hullámvasútról, megszűnünk hormonokat keverni, és akkor ezek a tripek akármilyen szépek és teljesen gombátlanok, meg egyéb listás anyagtól mentesek, megszűnnek. És a legnagyobb trip az, amikor hallod a madárhangját. Amikor a láncfűrész zenévé válik. Amikor egy másik emberben meglátod saját magadat, de teljesen. Előbb beszéltünk az érzékenységre. A zen annyira leviszi az inger küszöböt, és annyira megerősíti a központodat, hogy a legapróbb dolog már elég ahhoz, hogy teljes egyévállást hozzon. Nem kell hozzá különösen szétlőni magunkat, se kémiával, se hormonnal, se egyébbel. Hát itt ülünk naponta órák hosszat. Hogy bírjuk ki? Mi az, ami közben történik a tudatban? Ha valami különlegeset akarsz, az első nap végén feladod. És hogyha szépen ezt a különlegességet, ezt a magas ingerküszöböt elkezded elfelejteni, és visszajönni a realitás talajára, hogy csak láss, csak haj, csak gondolkodj, csak érez, és nincs rajta meta réteg, nincs rajta dualisztikus réteg, akkor ez a fajta egyévállás mindenféle mellékhatás nélkül bekövetkezik. Teljesen spontánál válik, önszabályzóvá, önműködővé válik. De előtte hullámvas utazunk egy kicsit. Utána beáll egy gyönyörűséges, szóba foghatatlan, Pillanatszerű, de mégis végtelen működésbe, amelyet logika soha nem fog rendszerbe fogni. Vagy tapasztaljuk, vagy nem. Nekem egy olyan kérdésem van, vagy inkább tanácsodra lenne szükség, hogy mit lehet kezdeni az olyan kritikusokkal, vagy hát nagyon erős vitahelyzetekkel, amikor ennek a gyakorlása apropóján kerül egy ilyen helyzetbe valaki. Tehát teszem azt most akkor konkrétumként, például most mondjuk úgy árgus szemekkel figyelik, hogy én tíz napra leléptem, és nem szokásom. És már, már, már előfordultak olyan helyzetek, amiből nem tudok jól kijönni, illetve nem is akarok belemenni, mert nincs annyi információm hozzá. Viszont, hát... Elég racionális emberek, és elég racionális, és nagyon, hát mondjuk úgy, hogy főleg pszichológia terén elég művelt emberek. Na, ilyen szempontból vitába keveredni az elég kényes történet. Hogyan lehet ezt jól kikerülni, de ugyanakkor mégis részt venni benne. Beszéltél a kérdésekről korábban, használd a kérdést. Itt pedig az a leghelyesebb kérdés az elmondottak alapján, hogy mi dolgunk van közösen. Ott van a kör, az a környezet, azok az emberek, vagy akár egy valaki. Valójában mi dolgunk van közösen? Az, hogy vitatkozzunk? Mert ha csak az, nyugodtan felállhatsz, bonthatod a vonalat, és igazából semmi közöd a másikhoz. Ha csak az a lehetőség áll fönt, hogy vagy egyetért veled, vagy vitatkozik. Mi van azon túl? Van valami? Kikerülhetetlen, hogy én mondjuk ezekben részt vegyek akkor van valami közös tevékenység, munkakör, környezet, és a többi. Akkor az a dolog, az nagyobb, mint a vita. Tehát ne enged, hogy a fókusz, ami az eredeti tevékenységre, a közös írásra például, vagy a közös olvasásra irányul. Azt ilyesféle metarétegekbe elvigyék, hogy elkezdjenek a véleményeikkel a te életmódodat, vagy döntésedet bombázni. Hiszen ha tényleg nem csak ez a dolgotok, akkor erről szépen le lehet venni a figyelmet, és azt mondani, hogy akkor most kedves XY valójában miért vagyunk itt? Valójában mi a dolgunk egymással? Mert nekem nem az a dolgom, hogy én vitatkozzak veled. És úgy érzem, hogy neked sem az, hogy vitatkozz velem. Ha ezt szeretnéd, válasz más partnert. Viszont én azt látom, hogy nekünk ez a dolgunk, hogy kettős pont, felsorolod, szépen fontossági sorrendben, szeretné le ezzel foglalkozni. Nagyon gyorsan ki lehet vonni a szelet a vitorlájukból, de ha követed a gondolkodásukat, ha úgy érzed, hogy nekik van igazuk és neked nincs, vagy akár neked van igazad, de nekik nincs, vége. Végtelen ciklusba pördül az egész. Fordítsd le cselekedetre. Azon nyomban, Mi a közös dolgunk? Mit tehetünk mi? Ketten többen együtt. Amely több, mint a vita, és kevesebb, mint a puszta verbalitás. Úgyhogy erre kéne visszahozni a figyelmet, és akkor ki tudod az összekerüket emelni úgy a kátyúból, hogy te nem maradsz az összekerük alatt. Ez nagyon fontos. Tehát mindig lásd meg, hogy mi az a közös cselekvési lehetőség, amely kibillenti a közös szekeret a kátyúból, és ne légy a vélemények céltáblája, az argumentumoknak az áldozata, mert akkor, ahogy a régi orosz mondás mondja, ha valaki fejbe kólintott egy hatalmas bunkósbottal, akkor bizony te tartottad ott a fejedet. Kicsit későre tudtam megfogalmazni a kérdésemet, mert az itt elhangzott kérdések mind megfordulnak bennem, és úgy érzem, hogy minden rólam szól. Úgy érzem, hogy mindenbe benne vagyok, és nem tudom, hogy miért. Tehát ezt így érzed, de így is van? Igen. Tehát minden rólad szól. Igen. Akkor te eszed meg az összes ételt naponta háromszor? Te végzed el az összes munkát naponta egyszer? Nem. Te vagy itt minden egyes vánkosan? párnán, matracon? minden egyes mozdulata tiéd, minden egyes titokban elsuttogott szó a mellékhelységekben, a szállásépületekben, az utakon, a mezőkön, az mint te vagy? Hát, hogyha egy mindenki, és mindenki egy. Akkor ezt most töröljük a fejünkből, mert ez egy Robin Hoodos mondat volt, ugye? És akkor most valójában mi a kérdés? Nem tudom, hogy jó úton járok-e. Ha félreteszed a gondolkodást, jó úton jársz. Ha gondolkodsz én magamban, vagy másokban, mint különálló lények, vagy csak én, mint az egyedül való, szólusz ipse, egy hatalmas egy filozófiai irányzat köthető el is múltak, több tízezer oldalt írtak a képviselői. Mindegyik hiba. Tehát tedd félre a gondolkodást, és csak tedd a dolgod. Amikor eszünk, csak együnk amikor meditálunk, csak meditálunk. Amikor dolgozunk, csak dolgozunk. És akkor letisztul a tudat, és nem emel be különböző regényhősi mondatokat, vagy régi-régi ideológiákat, gondolkodásmódokat és egyéb mintázatokat, amelyek korlátozzák a tudatát. Remélem, hogy mindannyian félretesszük azokat a szokásokat, amelyek gátolnak, amelyek úgy tűnik, hogy egy kicsit megtartanak valami ismert zónában, de mégis Sokkal inkább kötnek, sokkal szilárdabb önképet adnak, mint kellene. És tudunk azon az úton menni, amely egyenesen megy, nem pedig a ciklusok végtelenségében, amely meghaladja a fogalmi gondolkodást, de mégis használ szavakat, amikor kell, és ezzel elérjük a felébredést, és megszabadítunk mindennét a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet.